doing? Today I'm here with a Snapchat Q&A, and I know that you know it from the title, but that's okay. So I just wanted to film something a little bit more fun, more personal for you today. I didn't want a new makeup or hair tutorial, so this is what I came up with, and I asked you on Snapchat to send me your questions. So here I am, 1.5 hours later, or maybe 2 hours later, and let's see what the questions are. And maybe we'll have, like, you know, Romanian, Hungarian, and of course English questions as well, but I will do subtitles for you so you can understand everything. So the first is: Szia Karin, nagyon szeretem a videóidat, elég régóta nézem őket, csak így tovább. Nekem is van olyan ABH-s szemöldök gélem, de sosem tudom úgy megcsinálni, mint te. So there's no question in there, but I would like to thank you for your chat, and thank you for watching my videos all the time. You are so sweet. It's so weird. I would like to answer, you know, when I have like a Hungarian question or something, I would like to answer it in Hungarian. Is that weird? I think it is. But okay, so thank you very much for your chat, and thank you very much for watching my videos. I think, you know, it's just about the practice when you do your brows, so you just have to do it every single morning until you just get the hang of it, and I think it will work out, but you have to practice a lot. Zuluka 13. Mi a kedvenc elfoglaltságod, legjobb videós vagy? Thank you very much. Köszönöm nagyon szépen. A kedvenc elfoglaltságom, I will answer it in Hungarian. I know it's like a mess right now, but I have to figure it out. So if I get a Hungarian question, I will answer it in Hungarian, and then I will do the subtitles for you. Okay? Okay. Mi a kedvenc elfoglaltságom? Hát amikor van egy kis szabad időm, akkor nagyon-nagyon szeretek sorozatokat nézni. Igazából az, amit igazán szeretek csinálni, amikor úgymond nem csinálok semmi mást. De egyébként szeretek nagyon sétálni ugye a szabadban, azt nagyon-nagyon szeretem, és szeretek kampúzni is. Bár mostanában ritkán jutok el. Have you ever thought about doing a meetup in Satu Mare? Sokan elmennénk. Satu Mare is like the bigger city nearby, and no, I haven't thought of that, just because it's like, I don't know, it's so weird for me to know that there are people who would like to meet me, you know, it's just weird. But at the same time, it's just so much fun, and I don't know, it's like super weird, but I would love to do a meetup if I know, you know, if I know that there are people who would come, because otherwise I would stay there, you know, by myself, and that's it. So if I know that there are, like, you know, one person even, but I think there is, then I would do it, of course, because it's just my pleasure, you know, at the same time. So yes, the answer is yes. Rékus, családon belül milyen nyelven beszéltek? Hány nyelven beszélsz? Szóval családon belül mi a magyar nyelvet beszéljük, mindenki, viszont a családom fele ugye román, és a másik fele magyar, de a magyar beszéli mindenki. És én hány nyelven beszélek? Én beszélek románul, ugye beszélek magyarul, beszélek angolul, beszélek olaszul, és értek picit németül. És tudok is beszélni picit, de az egy kicsit olyan, úgymond, hát ingatag, mondhatni. Next question is from Becky Bezsán. Favorite Romanian food? Favorite Romanian food? Yes, I have one definitely. It's sarmale, which is like the traditional Romanian food, which I love, and we have it all the time. And it's like, I don't know how to explain, but it's like cabbage with a lot of meat inside. You know? I love it, it's so, so, so good. Next is from Dorci. Melyik a kedvenc alapozód? Imádom a videóid. Nagyon szépen köszönöm, és a kedvenc alapozom, szerintem ezt már mindenki tudja, egyébként a L'Oréal True Match. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy most van egy nagyon-nagyon nagy ellenfele, hiszen imádom, ez olyan hülye hangzott, szóval van egy másik alapozó, amit nagyon-nagyon szeretek, és az nem más, mint a Makeup Forever Ultra HD alapozó. Imádom, tényleg isteni. A Csákányi Nikolett a következő is next. Hol laktál, amielőtt Amerikába költöztél? Soha nem költöztem Amerikába. Mindig itt laktam Romániában, tehát sokak számára ugye nagyon zavaró az, hogy én angolul videózom. Nem tudom, hogy miért, mert nem gondolom, hogy annyira nagyon nagy különbség
érdekesség lenne. Szóval az a helyzet, hogy Romániában éltem, mindig is ide jártam a suliba, viszont magyar az anyanyelvem. Soha nem költöztem ki Amerikába, annyi volt csak, az volt a legtávolabbi pont, ahol éltem, Debrecen, ami 70 kilométerre van tőlünk, ugyanis oda jártam egyetemre, de azon kívül mi soha nem voltunk külföldön, soha nem éltünk külföldön, főleg nem Amerikában. Azért kezdtem el ugye angolul videózni, mert úgy gondoltam, hogy mivel megy az angol, ezzel több embert tudok elérni egyszerre, mint mondjuk a román vagy a magyar nyelvvel. Szóval ennyi ennek a története. Susandra is next, and she's also Hungarian. Szia Karina, szeretném kérdezni, hogy te mit gondolsz, érdemes még elkezdeni a YouTube videó készítését, valamint még annyi, hogy én is gondolkoztam rá, hogy angol nyelven készítsem, mert ugye azért mégiscsak jobb lenne. De félek, úgy nem lennék magabiztos. Neked rögtön sikerült átállnod, köszi előre is. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés olyan szempontból, hogy én is nagyon sokat gondolkoztam, vaciláltam ezen, hogy magyarul vagy angolul kezdjem el a videózást, viszont arra a döntésre jutottam, hogy tényleg, ha megy az angol, akkor miért is ne azzal, hisz mégiscsak ugye angolul sokkal többen értenek, mint mondjuk magyarul vagy az én esetemben románul. Szóval én ezért döntöttem úgy, hogy angol legyen, és nem voltam egyáltalán magabiztos, sőt, ha most visszanézem a régi videóimat, akkor annyira kis bénának látom magam, mintha úgymond betanultam volna a szöveget, pedig nem, tényleg nem tanultam be a szöveget, nem is volt leírva a szöveg, tényleg mindig rögtönöztem, de akkor olyan furcsán beszéltem. Tehát ez tényleg gyakorlás kérdése, illetve az idő dönti ezt el, hogy nem hogy dönti, hanem az idő segíti ezt úgymond, és biztos vagyok benne, hogy belejönnél, biztos vagyok benne, hogy érdemes lenne, miért is ne, igazán most éli szerintem ez a csúcspontját mondhatni úgy, tehát mindenképp javaslom. És ha van benne kreativitás, érzel e felé valamilyen szintű affinitás, akkor szerintem mindenképp kezd neki. Mester Kinga, a közeljövőben nem jössz Nagyváradra? Köszönöm szépen Kinga a kérdést. Váradon nagyon-nagyon régen jártam utoljára, én nem tudom, borzalmasan régen, egyébként nagyon szép szerintem a kis központja. Nem nagyon van arra felé utam, tényleg ritkán megyek abba az irányba, de hogyha megyek, akkor majd tudni fogtok róla, biztos vagyok benne. Szia Karina, az én kérdésem az lenne, hogy esetleg majd lesz egy olyan videód, amiben elmeséled, hogy te hogy kerültél ki Amerikába? Mellesen nagyon szeretem a videóit, puszi! Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, de nem kerültem ki soha Amerikába. Ez a második ilyen kérdés, nem tudom miért hiszi azt mindenki, hogy én ott élek, de nem. Lehet, hogy a USA-s videóimból kifolyólag, vagy képeimből kifolyólag, az csak egy utazás volt a családdal, tényleg ennyi volt az egész. De én ugye már elmondtam, Romániában élek, és mindig is itt éltem, kivéve ugye azt, amikor pár évig egyetemben voltam Debrecenben, de én itt élek Romániában, nagyon közel a magyar határhoz egyébként. Next! Is Annabella 14. Mit tanácsolnál az önbizalom hiányos lányok számára? Üdv Szatmáról. Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Kényes téma, és nagyon sokat tudnánk erről beszélni, viszont az, amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, az, hogy tényleg tudnotok kell azt, hogy mindenkinek vannak ugye hibái, mindenki valamilyen szinten ugye önbizalom hiányos. Szóval mindenkiben vannak ugye kérdések, senki sem teljesen biztos önmagában, senki sem annyira magabiztos. Szóval arra kell gondoltok, hogy azzal, hogy ugye nem szólaltok fel, vagy féltek, vagy nem mertek nyitni mások felé, vagy nem meritek elmondani a véleményeket, azzal csak ugye saját magatoknak csináltok rosszat, mert végül is arra kell mindig gondolnotok, hogy azzal, hogy felszólaltok, elmondjátok a véleményeteket, barátkoztok másokkal, legyen az bármi, csak magatoknak csináltok jót, tehát ezzel nem tudtok veszíteni, és igazából kitenné meg helyetetek, hogyha nem ti, ugye? Tehát muszáj kiállnunk magunkért, muszáj elmondanunk a véleményünket, muszáj barátokat szereznünk, és tényleg nincs mit veszíteni. Az, aki mondjuk nem kölcsönzi ugye ezt a dolgot, akkor azzal van a baj, nem veletek. Szóval mindenképp szerintem érdemes nyitni mások felé. Nem szabad céljelősködni, nem szabad visszafogni magatokat, mert tényleg azzal csak veszíteni tudtok. Szóval fel a fejjel, és tényleg legyetek bátrak. Ha meg valamilyen hibáról, külső hibáról mondjuk van szó, amit nem tudtok megváltoztatni, akkor azt szerintem mindenféleképp el kell fogadni. Együtt kell vele élni, mert ugye ha logikusan gondolkozunk, akkor rá tudunk jönni arra, hogy nem tudunk rajta változtatni, bármit is teszünk, akkor az úgyis olyan marad, és tényleg nincs értelme azon rágódni, nincs értelme amiatt szomorkodni. Ne hátráltasson minket egy ilyen dolog, ugye egy olyan dolog, amit nem tudunk megváltoztatni. Ha pedig meg tudjátok változtatni, akkor tenni kell érte, mert higgyétek el, sokkal jobban fogjátok magatokat utána érezni. Szóval ezek az én tippjeim, és tényleg
tényleg muszáj, így gondolkodni, mert máskülönben nem lesz jó. Next question, Natalie M. Szia, what's your favorite song of the year? Love you. Thank you very much for your question. And what is my favorite song of the year? I have a lot of songs that I really love and I always, you know, listen to, but there's one that I think is just the prettiest of all, and I always just like to just, you know, listen to it because it brings out a lot of beautiful memories, and it's Love Yourself by Justin Bieber. I'm sure a lot of you love this song, but I just really think it's just pretty and it has, like, you know, a beautiful rhythm and a beautiful, everything is beautiful about that. So that's that. Lil Maya. Szia Kari, remélem még nem késő neked írnom, most láttam csak a My Story-t. Csodálatosan beszélsz három nyelvet, igazán irigykedem, persze nem gonoszan, hogy ilyen jól beszéled mind a hármat. A kérdésem pedig az lenne, hogy melyik nyelvet tartod annyira szépnek, hogyha lenne lehetőséged, akkor megtanulnád negyedik nyelvként is miért. Szép napot kívánok neked, Lili. Nagyon szépen köszönöm, Lili, a kérdésed, és nem, nincs még késő, látod. Nem tudom, én úgy gondolom, közben megigazítom a hajam, mert úgy nézek ki, mint egy bolondasszony. Szóval én úgy gondolom, hogy mindegyik nyelv valamilyen szinten szép a maga módján. Ami nekem nagyon tetszik és meg szeretném tanulni, az a francia. A francia egy olyan nyelv, ami szerintem nagyon elegáns, viszont ugyanakkor olyan nehéznek találom, és ugye nem volt semmiféle közöm hozzá a sulis éveim alatt, tehát ez az a nyelv, amihez tényleg semmi közöm, viszont nagyon különlegesnek tartom. És nehéznek is, nem tudom, hogy miért, mert ugye teljesen más, hogy mondjuk egy olasz-román beütésű nyelv, pedig azt mondják, hogy aki tud románul, az nagyon-nagyon hamar megtanul franciául is, szóval lehet neki kellene vágnom. Puszi, köszönöm a kérdésed még egyszer. Simon Lotti, szia! Hogy képzeled el magad 10 év múlva? Hol laksz, mit dolgozol, család? És mióta van meg a YouTube csatornád? További szép napot. Köszönöm szépen, Lotti, neked is szép napot kívánok. Szóval köszönöm szépen, Lotti, a kérdésed. Neked is további szép napot kívánok. Szóval hol képzelem el magam 10 év múlva? Az ugye a kérdés. Hát erről van egy elég fix elképzelésem, úgyhogy ezt meg is osztom most veletek. Nagyon szeretnék családot már 10 év múlva, szerintem az a legfontosabb dolog az ember életében, szóval szeretnék egy férjet, illetve két gyereket. Az első az legyen fiú, a másik legyen lány. Ez úgymond a fix elképzelésem, de persze bárhogyan jó lesz, legyenek egészségesek, az a lényeg. Szóval két gyerek, család, és ami még nagyon-nagyon fontos, egy ház. Egy olyan otthon, amit én elképzelek magamnak, már erről is egy fix elképzelésem, nem fogom most elmondani, mert nagyon hosszú lenne. Szóval egy olyan otthon, ami tényleg úgy van berendezve, hogy én azt elképzelem. Nem kell túl nagy legyen, ugye, csak tényleg legyen családias, szép, kellemes, ugye, legyen kellemes ott tartózkodni, befogadó, nem tudom, egy ilyen elképzelésem van, sok zölddel, egy szép udvarral, sok zölddel, sok virággal, egy csomó tulipánnal és gyöngyvirággal, ilyesmik. És egy nagyon jó kávéfőzőgépet is szeretnék, hiszen a reggeli kávém az egyik legfontosabb. Szóval Gáspár Nikolász azt kérdezi, hogy szia, szeretném kérdezni, hogy neked melyek a kedvenc Lash termékeid? Imádom a Lash termékeket, jól tudod. Melyek a kedvenceim? Nem tudom, hogyha névről meg tudnám neked őket mondani, annyira azért nem vagyok profi a témában, viszont ami nagyon-nagyon jó volt és imádtam, az az ilyen pici kis szívecske, fehér volt, és kis rózsaszín szívecskék voltak benne. Azt hiszem, egy valentinapi kiadás volt, azt imádtam. Illetve múltkor tesómmal kipróbáltuk, és értitek a felétől a felétén, az unikornos Lash terméket, az is nagyon-nagyon jó volt. Szóval ez a kettő most, ami úgy hirtelen beugrott, amit nagyon-nagyon szerettem, és amit ki szeretnék próbálni, de még nem volt alkalmam rá, az az Intergalactic. Azt hiszem, hogy az a neve, azt nagyon-nagyon szeretném egyszer. Alexandra Piana is next. Ai un motto, cum reușești să fii fericită și cum stai departe de negativitate? Mulțumesc mult, întrebare foarte bună. Dacă am un motto anume, nu aș crede. Am câteva motori care îmi plac foarte mult. Le voi pune acum aici să le vedeți. Cum reușești să fii fericită și cum stai departe de negativitate? Mulțumesc mult, întrebare foarte bună. Trebuie să vă recunosc că nu este ușor deloc. Am și eu zile mai proaste în care nu am chef, pur și simplu sunt negativă toată ziua, dar
am tot timpul în fața ochilor un singur lucru. Până la urmă mă întreb eu pe mine care este rostul să fiu așa. Deci, pur și simplu, nu are niciun rost să fii negativă sau să te comporți urât sau să nu fii fericită sau să vezi negativ lumea, pentru că astăzi este astăzi, mâine nu va mai fi astăzi. Ciudat, dar înțelegi ceva să spun? Deci, timpul trece și nu va mai veni înapoi. Deci trebuie să fii tot timpul pozitivă. Am lucruri mărunte care mă fac fericită tot timpul. Cafeaua de dimineață, decorurile casei, un serial, pur și simplu o plimbare în parc cu cei dragi. Orice de genul acesta mă face să fiu fericită. Deci vă sfătuiesc să vedeți lucrurile mărunte frumoase în viața voastră, pentru că, da, astea contează până la urmă. Which shampoo and conditioner do you use? Your hair is so perfect. Thank you very much for your question. By the way, I have a hair care routine video up on my channel, 2 videos actually, so go watch that if you want some more details. But the shampoo I'm using is from Balea and it's for blondes, so it makes my hair a little bit lighter, you know, but in a natural way so I don't dye it. And the conditioner I really love is from L'Oreal as well. I don't know the exact name, but I talked about that in the video, so go watch it. Next question is from Cristina. Te-ai gândit vreodată să părăsești România în defavoarea unei țări mai dezvoltate? Tot timpul mă gândesc la asta, dar nu pentru că nu-mi place aici, ci doar pentru că îmi plac foarte mult orașele mai mari. Deci eu locuiesc într-un oraș foarte, foarte micuț, chiar lângă granița cu Ungaria. Este un oraș foarte frumos, Carei, dar este foarte micuț și nu avem posibilități. Deci doar chestiile astea mărunte m-ar face să plec și, bineînțeles, orașele mari cu arhitectură frumoasă și așa mai departe, dar familia mea este aici, deci nu cred că voi pleca vreodată. The next question is from Layli, I think. Thank you very much for your question. It's a really good one. There are a lot of things that I would change, but the most recent one maybe is, you know, to have peace, because it's like very, very at the moment thing. You know, I just don't like it when I see that people, you know, hate each other, people would like to go in wars with each other, and I just hate terrorism. I just hate, you know, seeing like innocent people die all the time. Like, I don't know, but it's just not the way it should be. It's not safe to go to an airport, it's not safe to go to a big city, it's just not safe, and I don't like it, I hate it, and I would change that definitely. But one more thing I would also change is, I don't know, maybe, you know, I would like to have zero starving people. So that's something that I would also really like to do, because I just love to eat so much, and I really don't know how's that when you don't have food, you know, to put in your mouth. So that would be something horrific. So when I think of other people that don't have water, don't have food, it's just terrible. So that's also something that I would love to change. Angi is the next. Hol élsz és hogyan jutottál el oda, mert én is külföldön szeretnék majd élni. Hát otthon élek, vagyis ott élek, ahol mindig is éltem. Debrecenben születtem, de csak ott születtem. Itt éltünk előtte is, szüleim itt éltek előtte is, azóta is itt élünk, és csak egyetemre mentem el Debrecenbe. Ugyancsak az ugye pár év volt, míg befejeztem a sulit, viszont mindig is itt éltem Romániában, a határ mellett egy nagyon szép kis városban, Nagy Károlyban. Szóval nem mentem soha máshova. Kicsi Blanka is next. Szia Karin, van valami tanulási tippet, trükköd esetleg, puszi? Hú, van. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is jól tudtam tanulni, és az annak volt köszönhető, hogy mindig arra jöttem rá, hogy minél tovább húzom a dolgot, annál rosszabb lesz nekem. Szóval bele kell húzni, és tényleg az a fontos, hogy legalább azt az 1-2 órát, amíg belefoglalkoztok, tanulással töltitek,
koncentráljatok. Tehát az a legfontosabb, ne legyen telefon, ne legyen számítógép, ne legyen tévé, ne legyen laptop, semmi sem előttetek, csak az, amit meg kell tanulni. És higgyétek el, kétszer-háromszor elolvassátok azt a dolgot, és már tudni fogjátok, hogyha odafigyeltek. Tehát közben egy kis Instagram, közben egy kis Snapchat, közben egy kis tévé, egy kis ez az, nem fog menni. Higgyétek el, ezeket ugye el kell tenni, majd később, majd este, majd mikor végeztetek, de a tanulás ugye szerintem nagyon fontos, tényleg koncentráljatok oda is, és ugye legyen kikészítve mellétek egy kis inivaló, esetleg egy kis rákcsa, legyen ugye egy kényelem megadva. Nekem ez mindig fontos volt, hogy legyek egy kényelmes környezetben ahhoz, hogy tanulni tudjak. Sokszor szoktam, hát már nem, de régebben mindig mentem ki az udvarra, és akkor ott picit ugye a napsütésben, nem pont a napsütésben, de értitek, jó időben próbáltam tanulni, és az is nagyon sokat segített. Tehát ezek voltak számomra mindig a fontosak, remélem, hogy segíteni tudtam. Mimci! Szia! Azt szeretném kérdezni, hogy mit használsz az arcbőrödre? Nagyon szép vagy, imádom az angol és a magyar videóidat is, további szép napot és sok sikert a videózásod. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy. Azt szeretném kérdezni, hogy mit használsz az arcbőrödre? Nagyon sokan kérdeztek ezt tőlem, és hát erre sajnos, tényleg sajnos az a válasz, hogy majdnem semmi. Arra mindig odafigyelek, hogy alaposan ugye megtisztítsam a bőrömet a nap végén, az tényleg egy fontos lépés számomra, de azon kívül, amit maximum szoktam tenni rá, az egy kis hidratáló krém. Tényleg ennyit szoktam csinálni, szerintem szerencsés is vagyok az arcbőrömmel, viszont úgy is gondolom, hogy a kevesebb néha több. Tehát ha túl sok kencepicét teszünk rá, nem gondolom, hogy az jó tenne. Sajnálom, hogy nem tudok segíteni ezzel kapcsolatban nagyon. Next is Kinga. Gondolkoztál már azon, hogy más városba költöz, vagy itt szeretnéd leélni az életed? Ezt az előbb ugye megválaszoltam románul, de elmondom itt is még egyszer, tehát nagyon sokat gondolkozom rajta egyébként, mert én egy nagyon-nagyon picike kis városban élek Romániában, tényleg nagyon-nagyon kicsi, nagyon szép, de pici, és nincsenek új lehetőségek, nincsenek ugye, nem tudom, most ilyen random dolgok, mondjuk gyönyörűséges kávézók, nincsenek gyönyörűséges épületek, vagy nagyon szép kastélyek egyébként, gyertek, nézzétek meg, mert nagyon szép. De azon kívül úgymond nincsenek meg azok a lehetőségek, amiket mondjuk egy nagy város tud nyújtani. Tehát ilyen szempontból mindig gondolkozom azon, hogy elmenjek valahová, viszont annyira fontos számomra a család, a családom közel léte, hogy úgy gondolom, hogy ezt a lépést nem fogom talán soha megtenni. És még ugye ez a munkám, tehát a videó készítése, illetve social media, addig úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül szükséges, mert ezt tényleg tudom innen is csinálni, tehát nem kötött feltétlenül adott helyhez, vagy egy nagyobb városhoz. Bár azt kell, hogy mondjam, hogyha mondjuk helyben vagyok, például Budapesten lennék, akkor ott könnyebb volna ebből a szempontból eljutnom különféle eseményekre. Egyelőre nem gondolkoztam el rajta komolyan. Köszönöm a kérdésed, további szép napot neked is, puszi! We have one more question. Szilágyi. Szia Karin, engem az érdekelne, hogy te hogyan tartod magad ennyire formában, annyira csinos vagy, te szerinted, hogy ilyen tökéletes alakod legyen? Köszönöm szépen, Anett, a kérdésed. Az a helyzet, hogy szerintem eléggé szerencsés alkat vagyok, mert nagyon-nagyon sokat eszem, és ahhoz képest nem növök olyan ütemben, ugye? Viszont amit szoktam néha tenni azért, hogy ugye formában maradhassak, amikor látom, hogy picit elszaladt velem az a bizonyos ló, akkor annyit szoktam tenni, hogy picit visszaveszem a kenyeret, az édességet, illetve a tésztaféléket. Szóval ezt a hármat próbálom picit csökkenteni olyankor, és nem eszem 8 után. Mondjuk legyen 6 után, de hát a 8 utáni dolgot tudom inkább betartani, illetve persze a mozgás is nagyon fontos. Nem szeretek konditerembe járni, azt ugyanilyen nem. Viszont imádok aerobikozni, nagyon szeretem a kangaroo jumpsot, csak olyan ritkán tudok eljutni, valahogy mindig más programok jönnek közben, tényleg megyünk a városba a barátaimmal, ezt csináljuk, azt csináljuk, mindig van valami, ami ugye elrángat a sportolást, persze tudom, hogy ez nem így működik, hiszen arra van időnk, amire szeretnénk, hogy legyen, ez mindig is így volt, mindig is így lesz, szóval a sportot mindenképp ajánlom. De amit én csinálok, az, amit elmondtam az előbb, és próbálok sok vizet inni, mert az is nagyon-nagyon fontos. So that was it for this video, I really hope you enjoyed watching it. Don't be sad if I didn't answer your question, I will screenshot it, you know, and I will have it in my phone and maybe answer it next time. Thank you very much for submitting your questions, and I'm sorry I had mostly Hungarian and Romanian ones, but I think you are still sleeping from the United States of America or anywhere else, you know, where the time is like
super early. Yeah, I think it's super early. But yeah, I will do more of these. So thank you very much for watching. And don't forget to give me a thumbs up and also subscribe to my channel. That's very important always. Thank you and see you on the next one. Bye. I have hearing my mom. Bye.